A legfrissebb adatok szerint tehát már jóval meghaladta a 22 ezret a halottak száma Törökországban és Szíriában, sőt inkább már a 23 ezerhez közelít. Török oldalon csak nem 19.400 áldozatról tudnak, és mintegy 78 ezer a sérültek száma. Szíriában eddig csak nem 3.400 halottról számoltak be, és egyre több a sérült is. Most nagyjából 7 ezerről tudnak a hatóságok. A mentés egyébként megfeszített tempóban zajlott ma is, miközben el kell látni azokat is, akik mindenüket elveszítették. Tapsal köszönte meg a Törökországnak nyújtott segítséget a Turkish Airlines tájföldi mentőosztagot szállító járatának személyzete. A 43 fős tájsegélycsapat csütörtökön érkezett meg Isztambulba, ahonnan rövid eligazítás után indultak tovább a katasztrófa sújtotta térségbe. A török légitársaság világszerte díjmentesen szállít minden segélycsapatot és adományt Törökországba. A csütörtökön Dallasból induló járatukon egy közadakozásból összegyűjtött 10 tonnás segélycsomag indult útjára, amit pénteken egy újabb, a jövő héten pedig egy harmadik is követhet. A gyász szimbólumaként csütörtök este óriási fekete szalag jelent meg a Sydney Operaház vitorlaszerű tetőszerkezetén. Az ausztrál kormány péntek reggel egy 72 főből álló mentőcsapatot indított Törökországba. A kínai mentőcsapat már szerdán megérkezett a térségbe. Sikerült kimenteniük egy család mind az 5 tagját a romok alól a törökországi Iskenderunban. A pénteki nap egyik legdrámaibb történetéről a német mentőcsapatok számoltak be. A földrengés utáni harmadik napon életjeleket észleltek az egyik összedőlt társasház mélyéről a törökországi Kirkhan városában. Találtunk egy 40 éves nőt, aki még életben van. Sikerült kapcsolatba lépnünk vele, és úgy tűnik, tudja mozgatni a végtagjait. Már 36 órája a kimentésén dolgozunk, mondta a német mentőcsapat egyik orvosa. A középkorú nő több méter mélyen esett csapdába. A mentősöknek sikerült csöveken keresztül vizet juttatniuk hozzá, és még a húgának is megengedték, hogy az üregbe lemászva kitartásra buzdítsa a testvérét. Négy napja nem aludtunk. Az első két napban nem jött segítség, de tegnap óta sok mentőszolgálatos érkezett, ami megnyugtató, mondta a csapdába esett nőhúga. Péntek délelőtt végül 104 órával a földrengés után a német csapatnak sikerült élve és sértetlenül kimentenie a nőt. A rendkívüli mentés után a csapat tagjai ölelkezve ünnepelték a sikert. A feszültség leírhatatlan volt, de amikor végül sikerült kiemelni, azt mondtam magamban, most már hiszek a csodákban, nyilatkozta a mentés vezetője. A török katasztrófa elhárítás adatai szerint országszerte már 140 ezernél is többen dolgoznak a károsultak ellátásán. Kahramanmaras tartomány déli területein óriási sátortáborokat hoztak létre, amelyek ellátóhelyként és ideiglenes szállásként is szolgálnak. Török testvéreinknek megígérhetjük, hogy egy éven belül újjáépítjük a házaikat. Addig is azoknak, akik nem akarnak sátrakban élni, rendes lakást biztosítunk, aminek bérleti költségeit a következő évre átvállaljuk, jelentette be Recep Tayyip Erdoğan török elnök pénteken. A török kormány jelezte, az egész világból szívesen fogadják a segítséget, az önkéntesek pedig elég, ha Törökországig eljutnak, utána maguk szállítják őket a helyszínekre.